Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy itt vagytok ezen a mai duzzogásom, ahol megint játékipari dolgokról fogunk beszélni, hírekről, fejleményekről, ennek a hírnek, a, ennek, a hírnek ennek a hétnek a fontosabb megmozdulásairól. És kapásból az elején egy olyan topikkal fogunk kezdeni, amiről én egyébként szerettem volna egy Facebook bejegyzést is, mert véleményem szerint megérdemelni. És megérdemelni, hogy hogy beszéljünk róla, kifejtsük, és nagyon kíváncsi lettem volna a ti reakciótokra. Viszont arra jutottam, hogy annyira komplex a dolog, és annyi mindenkit érint, szia Noobs Player hon, Noob hon, hogy nehéz lenne úgy átadni ezt a gondolatot, hogy szimplán csak írásban, hogyha nincsen mellette egy arc, hangsúlyozás, ha a megfelelő részei nincsenek kellően megnyomva, és azok, amin viszont nagyon sokan meg tudnának sértődni, azok meg nincsenek kellően árnyalva. Dacára annak, hogy szerintem vannak olyan szereplők, akiknek magukra kéne venni azt, ami ebben az anyagban elhangzik. Szerintem ez lesz most a legterjengősebb szakasza a mai duzzogásadásnak, viszont ha mégsem, akkor, akkor maximum úgy járul, mint az előzőnél, aminél szintén azt hittem, hogy több mint egy órás lesz aztán kiderült, hogy nem, viszont én most úgy gondolom, hogy ebben a szakaszban egy picit bele fogok menni. Ismételtem mindazok számára, akiknek nehezen, tehát nagyon nehéz a pálya, azoknak mondanám, hogy ebben, amit most fogok csinálni, ebben elsősorban senkit nem akarok megbántani, és senkit nem szeretném, mert lesznek kitekintések azért jobbra-balra. Tehát nem a megbántás a cél, és nem a, a, a személyeskedés, vagy bármi ilyesmi, hanem egészen egyszerűen egy jelenségről szeretnék beszélni, amiről már nem csak én beszélek, hanem komoly szereplője a játékiparnak. Úgyhogy én nem mondó vagyok, hogy ennek tudatmású vételébe forduljunk is rá arra, ami itt kiszivárgott. Beszéljünk Laura, Fla... Laura ről Laura Fryer nem más, mint egy executive producer játékfejlesztésben. Ő az Xboxnak a házatájáról érkezett, ők nem kisebb játékoknak az elkészültében vett részt, mint például a Zoo Tycoon, aminek executive producere volt, a teljes Gears of War sorozat, aminek executive producere volt, illetve hát a csúfos emlékű, legalábbis értékesítési szempontból csúfos emlékű Too Human, aminek szintén producere volt. Tehát az ő rálátása a játékiparra lényegesen mérehatóbb, mint akár nekem, akár olyanoknak, akik szintén podcastet folytatnak a témában, szakmabelinek diszponálva magukat, úgyhogy kurvára semmi rálátásuk az egészre, vagy alig valamivel több, mint nekem. Ö, viszont most megszólalt egy olyan ember, aki viszont tényleg belül van, és ö, hát úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon rezonálnak a gondolatai arról, amiket én is szoktam mondani, ez pedig az, hogy baj van. Baj van a, a játékiparban, baj van a AAA játékfejlesztésben, és figyeljetek, annyi van, hogy, vagy keressetek rá, itt van ez a Game Industry Bubble nevű vlogja a hölgynek. Ezt aki akarja, nézze végig, tudtok rá angol feliratot tenni, hogyha mondjuk nehezen lenne érthető, bár szerintem, hogyha valaki jó angolos, akkor érteni fogja, mi ott van, illusztrálva is vannak a gondolata és a többi. Viszont ő konkrétan azt állítja, hogy a játékipar már nem figyel a játékosokra. Ezt mindenki érzi a saját bőrén, de amikor egy iparági szereplő ezt elmondja, és konkrétan nevesíti, a hölgy egyébként, ha jól tudom, jelenleg az Epicnek a Seattle stúdióját vezeti, tehát még mindig a szakmán belül van, annak inkább egy ilyen, mondjuk, hogy a szupportív ágában, fogalmazzunk így. Tehát amikor ő elmondja, hogy ő végigasszisztálta azt, hogy hogyan jutott el a játékipar onnan, hogy hozzáértők, legyenek azok játékfejlesztők, vagy akár a stúdió oldalán lévő emberek, kommunikálnak a közönséggel, hogy hogy el addig a pontig, hogy például az E3-nál, az egyik E3-nál, konkrétan ott illusztrálva is van, tehát vannak megszólaltatott emberek, hogy olyan budbébek vannak a standoknál, akiknél, ha oda megy egy átlag járókerül, és megkérdeztőlük valami teljesen bézik videójátékos fogalmat, és nem arról van szó, hogy hogyan verődnek a sugarak, meg a békelt fény az micsoda, meg hogy meséljék el a bump mapping lényegét, vagy bár nem erről van szó, hanem a kérdés annyi volt, hogy ki Mário testvére. És erre nem tudták a választ. Viszont jól mutattak a hölgyek a standokon, és ki lettek állítva. Valahogy. Hogy, hogy legyenek ott úgy el. Összehasonlításként ez körülbelül olyasmi, hogyha ö, kiállítanának, hölgyeket mondjuk egy autóstandnál például, és nem tudnák megmondani, hogy egy autónak hány kereke van. Tehát ennyire bézik dologról beszélünk videójátékos léptéknél. És hogy valahol itt kezdődött el ez a fajta probléma, és levezeti egészen odáig, hogy a játékipar módszeresen elkezdett eltolódni egy sok sokkal, professzionálisnak, de én inkább az érzéketlent használnám, Ő sokkal jobban válogatja meg a szavakat, mint én, de a kivonatát érteni fogjátok, hogy módszeresen rájöttek arra, hogy sokkal egyszerűbb, hogy az átlag játékos de az átlagember is nem tudsz tömegekkel azonosulni. Tehát nem tudsz azonosulni egy 100 fős játékfejlesztő csapattal, meg egy 500 fős játékfejlesztő csapattal. Sokkal egyszerűbb egy emberrel azonosulni. Ugye zenekaroknál is nem véletlenül van a frontember. Ő az, aki mozgatja a tömeget, ő az, aki az érzelmi azonosulást biztosítja, többiek is mozognak a színpadon, de a frontember ugye ezt a szerepet tölti be elsősorban. És kellettek ilyen frontemberek a játékiparba is. És az egyik ilyen például Todd Howard, aki nevesítve van, aki ki lett így emelve, és ki lett a pulpitusra, hogy ő legyen az, aki ezt a rockstar szerepet betölti. De egyébként neki sok más funkciója ezen túlmenően nem, mint a játékfejlesztésben is van, de ő nem azért lett ott, mert ő egy olyan kurva nagy fazon, hanem kellett valaki kintre. És ez nagyjából azért meg is, be is árazza azokat a dolgokat, amiket mond. Ennél a pontnál egyébként elkezdtem egy kicsit sajnálni Todd Howardot, tehát neki nem ez lenne a módja a dolga. Valószínűleg ő egyébként egy rendkívül tehetséges játékfejlesztő úgy egyébként, csak ő be van téve egy olyan plusz pozícióra is, ami, ami nyilván imponál neki, de, de ahova nem alkalmas. Most nem akarok konkrétan belemászni dolgokban, de nekem pont az elmúlt hetekben volt egy nagyon kellemetlen tapasztalatom, egy olyan, nem mondtam nektek, hogy elkezdtük újra a podcast anyagoknak a felvételét, és hát gyakorlatilag development hellben vagyunk, mert egy nagyon-nagyon értékes témának a, a nagyon értékes szereplőjéről kiderült, hogy dacára annak, hogy egyébként ő Vastagon benne van a showbizniszben, és vastagon ott van a, a, a brutális projektek közelében, mint az Alien Romulus, vagy a Dűne, vagy a Blade Runner, vagy ilyesmi a fazon lámpalázas. És nem tud beszélni kamera előtt. Amint lezár a kamera, és amint kimegyünk a stúdióból, azonnal tud, de kamera előtt nem és ez, ez, ez eléggé para, emiatt az egész megfenek pedig a második adást is felvettük, de mivel a második adás erre az elsőre épül, így a második adás is jelenleg áll, úgyhogy mindegy egy ilyen helyzet, de el tudom képzelni, is hasonló van, és ami még súlyosabb, hogy tovább görgeti a hölgy, Miss Fryer, ezt az egész buborékot, és azt állítja, hogy mostanra a játékipar, leginkább a AAA-ról beszél, de ugye általánosságban véve a játékipar, kiépítette a saját holdudvarát. Kezdetben az újságírói médiumokból, ő konkrétan nevesíti az IGN-t, de nyilván vannak itt mások is, de nyilván a legnagyobb szól mindig ilyen hasonlításokban a legnagyobbat. Tehát, hogy vannak ezek a médiafelületek, akik elkezdték ápolgatni a nagy kiadóknak a hiúságát. Cserébe a nagy kiadók meg másfajta kegyben részesítik őket. Ez nem feltétlenül kell, hogy pénzben realizálódjon, elég, hogyha például a review kódokat előbb kapják meg, mint bárki más, vagy mondjuk hozzáférést biztosítanak a korai játék példányokhoz, mindenki más előtt, vagy akár csak nekik. És ez a fajta kohézió, ez ugye később bővült, ahogyan megjelentek a népszerű streamerek, és. Ők is elkezdtek szépen hozzá édesgetve lenni ehhez a fajta húsos fazékhoz, és kialakult egy ilyen kis, kis buborék. Ez a Game Industry Bubble, amire utalt itt a hölgy is ebben a vlogban. Azt ö, foszta le végül, most már ez a buborék egyébként olyan hatékonyan működik, hogy a triple A játékipar, a kiadók, meg úgy általában mindenki, aki a fejlesztésben részt vesz, és ebbe a fejlesztőket is belerakja. Tehát ez a visszajelzés, sóvárgás, mint a like sóvárgás, ez nem reked meg a kiadó szintjén, ez leszivárog a fejlesztőkig. Tehát ez a fajta ö, belterjesség, ez olyannyira most már toxikus lett, hogy tényleg el is hiszik. Tehát amikor a, a klientúra visszajelzéseit részegülsz meg, mint kiadó, akkor közvetlenül jutsz el olyan katasztrofális végeredményekhez, mint amilyen például a Dragon Age Wellguard. Vagy mondjuk a Skull Bones. Vagy mondjuk a... Majd fogom még -e beszélni ma az Assassin's Creed shadows -ról. Mi volt most még, milyen Ubisoft játék volt? Mostanában jött ki nem fog eszembe jutni. Az a baj, most egyre felejthetőbbek a Ubisoft címek. És, és ki lett emelve az, hogy, a, hogy átment az egész egy ilyen gépezetszerű rendszerre, és pont a Vélgárd kapcsán hívták fel a figyelmet ugyanarra, amire én is egy talán a 62. duzzogásban, ha jól emlékszem, hogy konkrétan most már az, az újságírók szájába van adva, hogy mit kell leírni és ugye ez a visszatérés a gyökerekhez, meg, meg ilyenek, a Dragon Age Vélgár kapcsán ilyeneket mondtak. Jól látszik, hogy a, a a kritikái magasabban vannak, mint a stalkeré. Tehát pedig, pedig a stalkernek is vannak hibái, de hát azért meg csak közelíti azt, amilyen állapotban például a Dragon Age van. Úgyhogy ez például egy, 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 ilyen jelenség, és tudjátok, az a szörnyű, hogy vannak azok a szereplők, akiknek a, az itteni alakítását, azt megértem. Nem tudom elfogadni, de megértem. Mert mondjuk, hogy egzisztenciális okok játszanak benne szerepet, mert jól felfogott érdekük, hogy meg tudjanak élni abból, amit csinálnak, és nem tud mondjuk egy, most csak a példakedvéért, nem tud például egy IGN méretű cég kizárólag Patreonból működni, vagy Donabliból, vagy bármilyen más támogatásból, hogy könyvet adnak ki, vagy pólókat adnak ki, tehát nem tudnak ilyenekből. Tehát nekik olyan támogatók kellenek, mint amilyen például mondjuk egy nagy kiadó. Én ezt teljes mértékben megértem. Viszont azt a fajta szervilizmust, amivel ez jár, azt a fajta aláfekvést az iparnak, ami itt történik, ez, ez már százszor el volt mondva ezer, ezer különböző felületen, ennek végeredményben ti is szálltok meg a levét. Tehát amikor azt mondják annak az embernek, akinek egységnyi kerete van, videójátékot vásárolni egy évben. Hogy szemrebben és nélkül megmondják, hogy mmm, vedd meg a Dragon Age Vanguardot, mert, mert, mert az jó lesz, és fú, tényleg visszatért a gyökerekhez, és, és ez, 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 az, amire a Dragon age vártak, meg stb. Ebben egyébként benne van vastagon a Lariannak a publishing directora is, szóval azért ez nem kell újságírónak lenni, hogy az ember fasságokat hordjon össze. De azt akartam ebből kihozni, hogy az a fajta kockázatvállalás, amit az ember egyébként elvárna a köztájékoztatásnak az oszlopos tagjaitól, az így így, így elmaradozik okkal. És nem csoda, hogy az a megint csak ugye, kileng az inga a szélső értékek között, tehát az átlag ember fejében az csapódik le, hogy minden kritikus hazudik. És ez megint nem igaz. Tehát az sem igaz, hogy minden kritikus korrupt. Az sem igaz, hogy egy kritikus sem korrupt. Nincs ilyen. Sajnos a fárasztó búta valódi szemezgetni kell, és meg kell találni azokat, akik mondjuk egy részrehajlás nélkül mondanak véleményt. És nagyjából ebben kell lavírozni. De sajnos tény egyébként, hogy le lehet mérni hazai felületen is, vagy lehet látni, hogy kik azok, akik jól felfogott érdektől vezérelve nem mondanak soha semmiről semmi rosszat. Vagy hogyha mégis bevállalnak egy ilyet, azt tét nélkül teszik. Kis címeknél, képviselet nélkül, olyan stúdióktól, amik ma vannak, holnap nincsenek talán, ott, ott nem zavar sok vizet, ott nem probléma. Azokon keresztül lehet demonstrálni a hitelességet, meg az odamondást, meg a keménységet, de hogyha tétje van, és olyanok vannak a, a címek mögött, akiktől azért még az ember bevételt remél, akkor, akkor visszafogja magát, és, és valahogy akkor az arc egy picit kisebb lesz. Szomorú amúgy, hogy ezt a, ezt a fajta, mindegyik hipotetikus és hát a Contéó területét is súroló elméletemet végül megerősítette az ipart. Tehát azért is szenteltem ennek a jelenetnek, vagy ennek az eseménynek. Uh, Idestem, most már lassan negyedórás blokkot, mert szerintem ez egy sorsfordító pillanat. Már korábban is voltak azért támadások a Triple A felé, a Triple tól ugye Sean Layden pár hete nyilatkozott, hogy szerinte, hogyha a AAA ezt a vonalat tartja, és ebben az irányban halad tovább, akkor az öngyilkosság. Ő konkrétan arra gondolt akkor, hogy ezt a fajta költségvetést és a költségve költségeknek az ilyen mértékű elszabadulását azt nem lehet fenntartani tartósan, mert ebből csak az lesz, hogy beleroppan az ipar. Ő konkrétan a Sanit féltette, de azért a szavaiban benne volt egy komplet iparra jellemző defektus. És ugye említettem azokat a azokat a személyeket, vagy hát csatornákat, csatornalat nem csak YouTube csatornát értek, hanem úgy általában kommunikációs csatornát, akik meg ilyen elvtelenül, teljesen farizeus módon képviselik azt, hogy nem, itt nincsen semmi gond, itt minden a legnagyobb rendben van, aki azt állítja, hogy itt gond van, az csak, az csak kelti a feszültséget, kattintás vadászat, meg szenzációhajhászat, meg nem tudom én milyen, ilyen olyan dolgok. Közben egyébként ők azok, akik, mint az Erika Vikingben, ugye süllyed Atlantis, és közben szónokolnak, hogy itt nincsen semmi gond, ez pánikkeltés, és nem kell hallgatni azokra, akik itt hőbörögnek, meg ilyesmi, és közben az egész banda a, a szemünk láttára merül el a tengervízben. Ez egy kurva komoly probléma. Én változatlanul úgy gondolom, hogy azért talán nem. Talán nem akkora a baj, nem visszafordíthatatlan az egész, csak az a probléma, tudjátok, hogy azok a fajta tényezők, amik támadják jelenleg a játékipart, az egyébként máshol is jelen van, tehát máshol is vannak leépítések, máshol is nagyon komoly probléma ez a, ez a most tudja, politikai felé, politika felé is csak ez a balos tónus, ami ugye kezd beivódni sokfelé. A filmipar, a filmiparban is vannak ilyen gondok, csak az a különbség, hogy a filmipar 120 éves múltra tekint vissza körülbelül. Tehát 120 év alatt azért vannak olyan megszilárdult, kikristályosodott principiumai a filmiparnak, amik túlnyomó részt kikezdhetetlenek, de legalábbis már kialakultak és megcsontosodtak. A játékiparban ilyenek nincsenek. A játékipar egy borzasztó fiatal szegmens, és ebben a borzasztó fiatal szegmensben, hogyha a fejlődési időszakában, amikor még keresi a saját helyét, amikor még keresi a saját identitását. Tehát ha ilyen időszakban csatlakozik be a vók, meg a dei, meg a többi, az az teheti a fejlődését. Mondok egy példát, tehát... Én korábban úgy gondoltam a videójátékiparra, mint egy összművészeti kohéziós felületként. Egy sokkal súlyosabb kohéziós felületként, sokkal jelentősebb kohéziós felületként, mint amilyen akár a filmipar. Mert uh, ugye a filmeket is, uh, filmek is tömbösítenek magukba uh, zenészeket, akik a, azon a területnek, annak a területnek a művészei, írókat, akik fantasztikus gondolatokat tudnak papírra vetni, rendezőket, akiknek zseniális a látásmódjuk, színészeket, akik meg tudják személyesíteni azokat a karaktereket, amiket megálmodtak. És akkor ennek van számos egyéb területe, akik ezt támogatják és segítik. Na de a játékiparban vannak színek. tehát mondhatjuk, hogy a filmipar az önmagában a cutscenekben egyébként megjelenik, és ezen túlmenően dolgozna benne. Programozók, level designerek, artistek, meg mindenféle olyan ember, olyan megközelítéssel, ami például a filmiparra nem jellemző. És ez csak egy, ez csak egy példa. Rengeteg olyan személy van benne, ami, a játékipart szerintem. A, ha létezik kreatív területeknek bármiféle ö, sorrendje ebben a világban, akkor szerintem a játékipar képzi ennek a területnek a csúcsát. Ezt változatlanul így gondolom. Ez a pro. A kontra érvem az, hogy ha viszont ez tényleg így van, akkor miért van az, hogy ezt ö, csak kevesen látjuk, hogy nem ismerjük fel hogy a játékipar a szubkultúraként van kezelve. Miért van az, hogy a játékiparnak a teljesítmény csúcsát, tehát a teljesítmény csúcsáról beszélek, az e-sportot, azt évek óta próbálják átütni, hogy sportként legyen kezelve, de aki valódi sportoló, az körberöhögi az e-sportot. És a múltkor voltam a, a Telekomnál, volt egy, egy ilyen nagy-nagy honcsó találkozó, a, a fejesek összehagyott, most pont nincsen nálam, egy ilyen e-sport tudástár nevű könyvet összeraktak, ami egyébként tök hasznos, tehát mindazok számára, akik totál tájidegenül mozognak az e-sportba, azoknak ez egy tök jó almanak ar arra, hogy képbe kerüljenek arra, azzal kapcsolatban, mi mondjuk az FPS, mi mondjuk az RTS, a videójátékok, azok honnan indultak, hol tartanak, hogy csatlakozott ebbe az e-sport, első e -sport versenyek, valamikor a 80-as évek környékén volt egyébként tök érdekes, és azt hiszem pont Nintendo volt, na mindegy. első e-sport, első videójátékok, mondjuk Magyarországon, Moszkva bombázása, stb., és hogy hol tartunk most. Tehát egy tök jó ilyen kis összegzés. És van, mit tudom én, egy fejezet, amit dietetikus írt, egy fejezet, amit ö, pszichológus írt, egy fejezet, amit jogász írt, tehát különböző megközelítésből ugyanaz a terület. És megnézem, tök fasza nagyon jó, nagyon jól össze van szedve, tök jó kivonat, leteszem, rendben van, ez így egy tök jó fekete doboz, és amúgy mi van? Tehát amikor nem összeülnek az emberek, és megbeszélik, hogy milyen kurva jó az esportot egymás között a telekom székházban a frissítők, meg a szendvicsek, meg a limonádé, meg a, a, a színpad, forgatagában, akkor egyébként ezzel az esporttal úgy amúgy Magyarországon mi van? Mert én nemrég voltam Sixon, és ott mondták, hogy a térségben például nemrég számolták fel az egyik esportklubot. Mert egyszerűen nem tud, nem tud, magával mit kezdeni, és ami sikertörténetek vannak, azok is leginkább egyéniben vannak, nem annyira szervezeti jelleggel. Most nyilván ez, ez is egy általánosítás, de általában egyébként ez a tapasztalat az embernek például itthon az e de globálban meg, meg ott is egyébként vegyes a visszajelzés. Tehát lehet -e tényleg kivenni dolgokat, mint ahogyan például ez a könyv is hivatkozik arra, hogy külföldön milyen sikertörténet az e-sport, de hogyha alaposabban megnézzük, az a külföldi sikertörténet az leginkább Ázsia. Tehát Korea, Kína, meg ezek a területek. Máshol is vannak azért kiri, sikerek, meg persze tök fasza, meg minden, de, de egyébként az látszik, hogy nem ütötte át azt a fajta inger küszöböt, amit az ember úgy nagyon elvárt volna, vagy úgy, úgy, remélt volna, hogy lesz. És lehet, hogy ez az oka annak, hogy egyébként sportig nem tud eljutni. Mert igazából, igazából nem tekintik sportnak. Akkor lehet sportnak tekinteni, hogy az e-sportot elkezded atomjaira bontani ezt a kifejezést. Mert ha azt mondod, hogy az e-sport az sporte, akkor azt fogják mondani, hogy nem, mert az a sport, amiben megizzadsz. Például mert minden más az nem minősül sportnak. És akkor kapásból jönnek a, a dekonstruáló emberek, akik azt mondják, hogy jó, ezt ez nem vagyok hajlandó elfogadni, akkor bontsuk le a dolgokat, sport e-sport sport. Mit, mit minősítünk sportnak sport az ami 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 szórakoztat, ami kikapcsol? kapcsol. E, igen. akkor az e-sport is sport. Jó. E, sportnak minősítjük mondjuk a, a sakkozást. A sakkot van az olimpiai e, számok között, ugye? Meg a meg a sportlövészet is. Abban sem e, izzadsz meg olyan formában. Aha, akkor ez is sport. Meg meg láttatok már egy e, cségó meccsen megizzadni embereket? Hát az is izzadás. Hát akkor ez sport, És ez a ilyen erővel a lövészárokban való háborúzás meg nem sokban különbözik a váltófutástól, mert egymást váltják a katonák a lövészárokban, érted? Tehát lehet egyébként ilyen hülyeségeket összehozni, de végeredményben ott tartunk, hogy az elfogadottságát nem véletlenül próbálják még mindig bizonygatni globálisan. Egy-két helyen átment, de ott is olyan, hogy jó, persze beemeljük olimpiai sportágnak, de úgy tesszük be olimpiai sportágnak, hogy indítunk nektek egy külön ligát valahol, és akkor ott majd ellesztek magatokba. Egyébként múltkor valamikor kilistáztam a, az olimpiai sportokat és ott találtam egy-két videójátékos dolgot, egy kurvára eldugva, és valahogy olyan sportágakkal együtt, amiket egyébként az égvilágon soha senki nem fog közvetíteni. Tehát ilyen vagy a techból, vagy valami ilyesmivel egy ligában, ami érdekel körülbelül 20 embert, meg a résztvevők családját. Tehát így nagyjából ilyesmi. Csak azt akartam ebből az egészben elmondani, vagy kihozni, hogy persze egyébként lehet kardoskodni, és lehet egyébként hazudni a tényeket jobbra-balra, és ebben a dologban ezt azért akartam mondani, mert van egy olyan sejtésem, hogy valakik azonosítani fogják, hogy kinek címeztem ezeket a kikacsintós dolgokat, hogy, hogy permanensen próbálják csillapítani a kedélyeket, hogy de itt semmi probléma nincs, és minden rendben van, és itt minden csak, csak hisztériakeltés, meg hangulatkeltés, meg ilyesmi. Nem, nem, nem erről van szó. Tehát attól, mert valaki a rossz hír hozója, ettől még nem biztos, hogy téved. És legyünk őszinték, aki viszont aktívan játszik, és nem, nincs elvarázsolva attól, hogy egy játék már képes elindulni, ami azért úgy, úgy 2024-ben szerintem megugorható akadály, az, azt szerintem érti, hogy milyen, milyen problémák vannak. És az, hogy Laura Fryer ennek hangot adott, az egy nagyon-nagyon fontos testamentum ebben az iparban. És szerintem érdemes megjegyezni 2024 novemberét, azt a hónapot, amikor a játékiparnak az egyik nagyon-nagyon fontos szereplője. Aki lehet, hogy nem a Last of us jegyzi. És lehet, hogy nem a Witcher 3-at jegyzi. Vagy lehet, hogy nem a cyberpunk vagy lehet, hogy nem az LMV 2-t, vagy ilyesmit, de jelenleg ez a legmagasabb pont, ahova eljutottunk ezzel. És onnan azt mondják, hogy baj van. Én úgy gondolom, hogy ezt nem érdemes szőnyeg alá söpörni, és én remélem azt, hogy van köztetek, és lesz köztetek annyi öntudat, hogy a jövőben menjen olyan feedback a tartalomgyártók felé, akik ezt az egészet egyébként árnyalni akarják, és olyan kontextusba feltüntetni, hogy nem akkor a baj egyébként, mert persze van egy Dragon Age és meglavagolják azokat a játékokat, amik sokat forognak a köztudatban, mi általában két-három cím, majd gondos után, utána olvasással mellépakolnak mondjuk négyet, hogy azt mondják, hogy valójában nincs akkora gond, mert három negatív címre jut négy pozitív. Nagyjából ezt az arányt tudnánk összehozni, de az azt is azt jelenteni, hogy majdnem 50 os a probléma. Meg lehet ezt próbálni, de ágazati gondról beszélünk. Ezt azért tartottam fontosnak kifejteni, és azért tartottam fontosnak erről közel fél órát beszélni, hogy ez valahogy ereszem bennünk gyökeret, és valahogy, valahogy kezdjük el ezt, ezt elfogadni, hogy hogy abban az évben, amikor a Concord, az Outlaws, meg a Vailguard esete néhány hónap különbséggel követte egymást, akkor ne próbáljuk magunknak azt bemesélni, hogy minden rendben van. Christopher Judge nemrég nyilatkozott, hogy á, valami közeleg, valami lesz. Na most, mivel nem túl valószínű, hogy hogy néhány éven belül összeraktak egy teljes értékű God of War folytatást, különösen nem a jelen generációs ökoszisztémára, így valószínűbb valami más, és itt fölberült annak a gondolata, hogy a sokat plegykelt klasszikus God of War trilógiát, a Greek szágát, általában ezen a néven fut, tehát a God of War trilógi, az eredeti God of War trilógiát, ami ugye a PS3 érával bezáródott, akkor jött ki a harmadik rész, azt kiadnák. Most az a tény, hogy a Christopher Judge jelentette ezt be, el tudom képzelni, hogy ő vele újra vetették Kratos sorait. Érdekes lenne. Az még érdekes, hogy a God of War ezt a trilógiát nem a Game of Wars on fogják bejelenteni, hanem állítólag előtte még lesz egy, egy semmiből érkező Sony State of Play. Most önmagában a God of War nem biztos, hogy én építenék egy, egy State of Play-t, viszont el tudom képzelni, hogy ha már State of Play, akkor már villantanak még valami, valami apróbb dolgot is. Azt, az simán kinézem belőlük. Figyeljetek, igazából, azt korábban már mondtam nektek, amikor beszéltünk a, a Greek szágáról, hogy tehát simán elképzelhetőnek tartom, hogy ezt a Greek trilogy ezt ki fogják dobni évelején. Tehát ilyen január-február magasságában. Nem lepne meg. Egy kicsit holt szezon, amúgy is, bár, ha jól tudom, februárban jön az Assassin's Creed. És februárban jön az Evolved, ha jól tudom. Meglátjuk, hogy ott mi fog, mi fog történni. De szerintem ott, ott, azért lenne keresni valója egy God of is. Kíváncsi lennék, hogy néz ki felújítva. Mondjuk esetleg egy kicsit feljavítva az irányítás, mert ugye ez a oldalnézetes, kicsit tankirányításos megoldás, amilyen régen volt, az lehet, hogy ma már nem lenne a leg, legkényelmesebb, bárki tudja, hogy mennyire nyúlnak bele. Talán annyira nem, meg ugye beszéltünk erről, hogy a, a szexi jeleneteket, amiket mindig valamilyen ilyen trükkös megoldással csináltak meg, például, hogy QuickTime eventtel kellett egyre gyorsabban nyomkodni az adott gombot, és közben néztük, ahogyan ugrál a kehely az asztalon. De ez egy, ez egy jó hír, én örülök neki, meg kíváncsi lennék, hogy azok, akik az új God of ismerték meg Kratosnak a történetét, már a skandináv settingben, azoknak például milyen élmény lenne a görög mitológiás trilógia? Szerintem ez egy tök jó dolog lenne. Egyébként ez a remaster pont ezért lesz érdekes, mert ez szerintem generációról generációra el lehet lőni bizonyos játékokkal. Én nem örülnék neki, hogyha minden generációban megkapnánk a Last of Us felújításokat, bár nem tudom, mondtam-e nektek, hogy most például negyedszerre viszem végig a, a Last of Us Part one t másodszor a remake és még mindig piszkosul élvezem. Most azzal szórakozok, hogy megpróbálom ölés nélkül megcsinálni. Nem mindig sikerül. Vannak szektor, vannak részek, ahol biztos meg lehetne csinálni, de nincs türelmem hozzá, de vannak olyan részek, ahol egyébként egész jól tudok az üvegekkel szórakozni és dobálni és elcsalni az embereket jobbra-balra. Úgyhogy most ezzel hülyéskedek, tök jó. És fú, nem ide tartozik, de azért azt hadd mondjam már el nektek, hogy lehet bármit mondani a nótidogra de nekem meggyőződésem, hogy a PlayStation-nek a legjobb fejlesztő csapata. Tök mindegy, mit tud a Gerilla, tök mindegy, mit tud az Insomniac, tök mindegy, mit tud a Sony Santa Monica. Szerintem, amit a Naughty csinál, az az A. Az A nagybetűs játékfejlesztés. A PlayStation 5 pro is ez volt a tapasztalatom. Tehát azonnal, amint felpörgött, azonnal felkínálta az opt optimális beállításokat arra a konzolra. És nem rám bízta, hogy találgassál, hogy mit szeretném magadnak beállítani. Kurva jó! És, és, az a vicc, hogy most már cutscene-eket átugrálom a Last of us mert a sztorit azt ismerem, tehát azzal, azzal nincsen gondom, de maga a játékként is, játékként is borzasztó jó. Régen nekem megvolt ez a triumvirátusom, hogy Metal Gear Solid, Bioshock, Mass Effect. És most ez a három játék, ami nekem ilyen szent háromság volt. Aztán teltek, múltak az évek, talán a generációk is, és most már például a Bioshockot kivenném, és betenném a Last of Most így azt érzem, hogy így, így, változtam annyit, hogy most már sokkal jobban tudom értékelni. A másik kettő az még áll, de, de most, most a, úgy érzem, hogy a Last egy sokkal tisztábban sértetlenebbül csillogó gyémántja ennek az iparnak. És nem tudom, miért pont a bájosokat vettem ki, és miért nem mondjuk a a Gears of, a, a, mi volt, a, Metal Gear Solidot mondjuk a Survival mi vagy Survive miatt, vagy a Mass effectet az Andromeda miatt, nem tudom, valamiért a bajosoknál érzem azt, hogy hogy tök mindegy, mit akartam belőle kihozni, a bajosok alapvetően a végére egy eléggé fárasztó franchise lett. Múltkor csináltam egy olyat, hogy végigjátszottam a teljes trilógiát, hát az első is bitangul fárasztó volt már a végére, tehát az nagyon-nagyon-nagyon nagyon fárasztó volt. A másodiknak már az eleje is fárasztó volt, az Infinite, az meg, az, az meg így, ott már szenvedtem tényleg, tehát az a mennyiségű akció, tűzharc, amit belepakolnak, hát konkrétan fellélegeztem, amikor végre story time volt, mert mert amikor éppen nem, akkor valami olyan bődületes darálás van benne, hogy, hogy sokszor kalibalizálja a történetet. Szerintem én nem tudom, több embert töltem meg benne, mint a legtöbb ilyen shooterben. ami így, egy, egy, egy repülővárostól azért nem egy rossz teljesítmény. minden megint elkalandoztam. Szóval Greek Trilogy, Greek Saga valószínűleg be fogják jelenteni néhány héten belül. Aztán Assassin's Creed, fú gyerekek. Tudjátok, megint az, amikor ö, szeretnél nyilatkozni, és szeretnél valamit a fejlesztésről elmondani, és megnyilvánul a játéknak a... Ki ez a Mark, Alex, Mark Alexi, Alexi Kotét? Kotének mondják, a Kötének? Ö, executive Producer. Executive Producer. Tehát ő az, aki előtt semmi más nem lebeg, csak a, a kiadás bevétel lába a játéknak. Ugye? Tehát klasszikus esetben ő a producer. Ő az, aki a kiadás bevételt nézi. Tehát ő a pénzember. Ő a a legnagyobb support. Na most a Csávó a XDS24 konferencián egy ilyet mondott, hogy a, hogy a fejlesztésről beszélt, és ezt mondta a fejlesztőkről, hogy annak ellenére, hogy jelenleg is játszanak vele, és azt gondolják, hogy ez a legrosszabb dolog, amit valaha láttak, Szerinte ettől ez még jó lesz, és el fogjuk érni azt a szintet. Jelenleg az AC Shadows három hónappal a megjelenés előtt, a fejlesztők szerint, akik az idejüket, az energiájukat, a munkaidejüket belenyomják ebbe a cuccba, három hónappal a megjelenés előtt úgy gondolják, hogy az AC Shadows a legrosszabb dolog, amit valaha láttak. És ezt három hónapon belül meg fogják változtatni? Mire? Még rosszabb lesz? Három hónap múlva ez nem az a játék lesz, amit a legrosszabb dolog, amit ők valaha láttak, hanem a legrosszabb dolog, amit bárki valaha látott. Az mondjuk még egy szint lehet. Azt még el lehet érni. Azért láttunk már ilyeneket, tehát a Skalem mennyi mindent tudtak csiszolni a megjelenésre, nem? Pedig ott nem három hónap, nem a faszt, nem az is valamilyen szeptember környékén jelent volna meg, és úgy adták ki végül februárban, ha jól emlékszem, hogy hát abban semmi kaszanát nem volt. És bukott, mint az ólajtó ezek a tavalyi évből, vagy nem hülye, vagy az idei évből nem tanultak semmit. De mi, mi, mi a faszt várok? Tehát tényleg mi az Istent várok? Miért gondolom azt, hogy itt, 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 bármi történni fog? Hát az előbb beszéltünk arról, hogy a kiadókat nem érdeklik a játékosok. Tehát amikor ezt nyilatkozza ö, Mr. Koté, vagy Köté, vagy Kot, vagy tök mindegy Koténak fogom mondani, tehát akkor ezt nyilatkozza Koté, akkor igazából ő pont lesz szarja. úgy van vele, hogy minket megkértek, hogy csináljunk egy játékot, mi csináltunk egy játékot, szerintünk jelenleg szar, sőt nem egyszerűen szar, a legszarabb dolog, amit valaha láttunk, de, de majd, majd, majd el fogunk jutni odáig. Ha pedig a megjelenésig, ha megjelenik, akkor majd úgy, úgy, úgy jó, az, az, az úgy jó lesz. Mert az a cél, mert az a cél, kivétel nélkül egyetlen cél van, a cél, hogy a játék megjelenjen. Nem az, hogy kész legyen, hanem hogy megjelenjen. Kurva nagy különbség. Miért mi történik utána? Majd szupportáljuk, majd, 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 majd lesz valami, majd majd, 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 jó lesz, majd kaptok roadmap-et, meg kaptok ingyenes DLC-t, meg megszüntettük a Season Pass-t, örüljél neki paraszt, mert mi ennyire jó fejek vagyunk, látjátok, nem számít, hát értetek, csináljuk. És ez az Assassin's Creed, bazd meg, tehát ez nem egy ö, új IP, ez nem egy olyan projekt a Ubisoft házatáján, ami egy ilyen kísérleti dolog, hogy a B csapat csinál valamit, és igazából ha bejön, bejön, ha nem, nem. Tehát egyébként van egy ilyen B csapatos sikersztorik, tehát ott van, mint egy B csapat csinálat, ami nem kell szükségszerűen rossz legyen. Tehát tudjuk pontosan, hogy a Hellblade az például egy B csapatos projekt volt. Azt egy tök kicsi csapat csinálta, azt ők akarták, ez egy ilyen love projekt volt. De például, nem tudom, tudjátok-e, ez is egy tök érdekes sztori, hogy az oroszlán király. Az például a Disneynek egy B csapatának volt a projektje, mert az A csapat a, talán a Pocahontas-on dolgozott. És úgy voltak vele, hogy a Pocahontas lesz a projekt, és a Lion King meg jó lesz az, nézzük meg, jól hangzik, csináljátok, de, de mi a Pocahontasra fókuszálunk. És így vannak ilyenek, tehát attól, mert valaki B csapat, attól még lehet igaza. De amikor a cégednek a legfontosabb játékát, a legfontosabb franchise-át, azt olyan illesztéssel tervezett megjelentetni, hogy a fejlesztők, az elmondás szerint a fejlesztők is úgy gondolják, hogy ez a legrosszabb dolog, amit valaha láttak, akkor pontosan milyen reakciót várnak a játékostól? Vagy majd megint a játékos lesz a hibás? Vagy a, ugye, a Ubisoft a, a, Star Wars Outlaws kapcsán szeretettel hangoztatta, hogy hát azért bukik a játék, mert a játékosok köcsögök, és nem veszik meg a mi tökéletes játékunkat, pedig olyan kurva jó játékot csináltunk, hogy hát, jó, hát nem, 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 nem igazán van Star Wars hangulata, lehet. Meg hát kicsit ocsmány a főszereplő, lehet. Meg totál érdektelen a történet, lehet. Kiadtuk az update PS5 Pro-ra, szarabul néz ki, mint az alapkonzolon, lehet. Meg hát előtte a pecsék sem tettek túl sokat a játék javulása érdekében, lehet. De, de, de egyébként miért, most miért, miért mi vagyunk a hibásak? Csináld jobban! Bazd meg! Persze, nekem kéne jobban csinálnom, tehát... Miért nem te csinálod jobban? Te, 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 neked nem kell? Tehát így te a lantot, aztán ennyi volt? Vagy mi az is? De csak, hogy még mélyebbre süllyedjen a dolog, a Jobinak volt még egy húzása, és azért erről is beszéljünk. A Ubisoft állítólag megkereste a Steam-et, képzeljétek el, és ők nagyon szeretnék, hogyha a Steam megszüntetné a játékos számnak a kiadását third party felületeknek, itt jelesül a Steam charts gondolnak, ugyanis nekik eléggé kellemetlen lett, hogy fűfavirág meg tudja nézni, hogy hányan játszanak az outlaws ez, ez Ez Smash JT-nek a videójában hangzott el, állítólag, és nincs nagy meglepetés, tehát a Ubisoftnál ez azért merült fel, mert hogy kurva ervasztóak a játékos számok, és tudjátok, megint ez, tehát megint ugyanarról van szó. Nem az zavarja őket, hogy szar a játék, az a baj, hogy látszik. Az a baj, hogy ők akarják kommunikálni a számokat, meg akarják őrizni a kontrollt, hogy ami nem tar úgy, amik úgy érzik, hogy nem tartozik rátok, arról lehetőleg ne is tudjatok. Tehát ha a lőtéri kutya nem játszik ezzel a játékkal, ne tudjál róla. Te tudatlanul, mindenféle információ ö, megléte nélkül vedd meg a játékot. Abban a reményben, hogy Star Wars, és így részese leszel per maradsz a Star Wars családnak, és kapsz egy teljes értékű Star Wars élményt, miért is, mert Star Warsról beszélünk, nem fogod megkapni, de... Erről lehet, hogy ne is tudjál az, azáltal, hogy megnézed mondjuk, hogy hányan játszanak vele esetleg, hogy drámaian zuhant -e a játékos bázis az elmúlt időszakban. Nem. Egyszerűen csak, csak le akarják tiltani ezeket a, mm, ezeket a számokat, mert, mert megint csak mondom, nem az a baj, hogy szarjátékot adnak ki, az őket nem zavarja. Mint a mellékelt ábra is mutatja, hogy három hónappal a megjelenés előtt a játékfejlesztők is tisztában vannak, hogy szar lesz az AC sedoz. De nem zavarja őket, ki fogják ettől függetlenül adni februárba. Az zavarja őket, hogy kiderül, hogy vannak konkrét gráfok, ami alapján nem jó ami alapján az emberek ott ezt a játékot néhány napon belül. Ugye ezek a grafikonok pontosan mutatják, hogy egy olyan játékot, amit mondjuk 30-40 órásra terveztek, ha már másnap elkezd zuhanni a játékos szám, az azért az elég árulkodó. Tehát elég valószínűtlen, hogy valaki egy 30-40 órás játékot egy nap alatt kijátszik. Arra kicsi az esély hát most mit mondjak nektek, a Stalker 2. Hát vannak achievementek, amiket most oldottam ki, a Storyban haladok progress szinten, a 10%-a oldotta ki a játékosoknak Xboxon. Tudom, mindenki PC-n játszik. Egyébként nem igaz. Látszik, hogy vagy az van, hogy az emberek félreteszik a francba, mert Game Pass-es játék, megunom, akkor nem baszik egy öltést, és ennyi volt. Vagy úgy el vannak merülve a questekben, hogy nem haladnak a story line -on ezt is el tudom képzelni. Vagy lootolgatják a nagy semmit. Majd jön egyébként a Stalker 2 videón, majd, majd látni fogjátok. Nagyon nem fog belesimulni egyébként a korszellembe. Ez, amit itt a Ubisoft művel, ez uh, nem, csak, nem csak, a, nem csak a játékos számok eltüntetésének a felvállalt szándékával. Nem csak ez. Hanem amit az elmúlt hetekben, hónapokban művel a saját uh, piárjával. Ez a piárját rombolja egyértelműen. Én nem lepődnék meg, hogyha ezt a céget egyébként beszántanák most már lassan a francba. És, és én korábban azért úgy védtem, meg most sem örülnék neki, mert azért az embracer a, a példája az szerintem eléggé jól mutatta, hogyha értékes játékok kikerülnek a szabad piacra, és valaki nagylelkesen felvásárolja őket, attól, azért, attól azok még nem fognak megmenekülni tehát akkor azok valószínűleg olyan sorsra fognak jutni, mint a Jack the Lions 3, ami nem egy rossz játék, de pont olyan, mint mondjuk 30 éve. Vagy olyan sorsra jutnak, mint a Saints Row, ami viszont konkrétan egy szarjáték. Vagy fogják és kihajítják őket máshova. Tehát így nem, nem, fognak vele különösebben szórakozni. És nem mondom azt, hogy ettől még a Ubisoftnak ez a létalapját igazolja, de de én egyre kevésbé érzem azt, hogy egy ilyen temperamentumú és egy ilyen vállalati kultúrájú cégnek egyébként van lét alapja. Én nagyon-nagyon nehezen tudnék most már érveket felsorolni amellett, hogy miért van szükségünk a Ubisoftra. Az, ahogyan visszanyúlnak a játékosokhoz, az vérlázító, ahogyan visszanyúlnak ez alapján, ez alapján a hír alapján a szakmához, az vérlázító, ahogyan visszanyúlnak a játékok fejlesztéséhez, az vérlázító, és pont azon gondolkodtam, hogy igazából mi a legrosszabb, ami történhetne akkor, hogyha a Ubisoftot fogják és beszántják? Nem lesz több Assassin's Creed? Nem lesz több mondjuk Rayman? Nem kapunk több Splinter cell -t? Nem kapunk több Prince of persia -t? Nem kapunk több Beyond Good and Evil-t? Hát azok eddig sincsenek, baszki. Assassin's creed vannak, vagy hát így, de hát abban is annyi köszönet van érted, mint, mint fasz végén a körömnek. Mi kéne ahhoz, hogy hogy érveket tudjunk felsorakoztatni a Ubisoft megmentése mellett. Szagyú 12 fel, felvetette, hogy lehet kérdezték már, de mit gondolsz a Deiről a videójátékokban? Szerintem a Deinek az égvilágon semmi keresni valója nincsen, nem csak a, a videojátékokban, de úgy általában az iparban sem. De ez megint olyan dolog, hogy egyébként tudom árnyalni, tehát az, amit a alapvetően a diverzitásnak a megjelenése a videójátékokban szerintem nem káros. Tehát én, én pártolom azt, hogy hogy igen, képviseltessék magukat társadalmi rétegek. Tehát, hogyha most, hogyha tényleg szükség van erre, akkor igen, legyenek benne feketék, legyenek benne ö, különböző. Tudod, hogy az se zavar, hogy vannak benne transzok. A Last of Us 2-ben is volt. Tehát legyen. Tehát, nincs ezzel baj. Nekem az a problémám, amikor a jelenlétük elkezdi agyonnyomni a játékot. Tehát, amikor amikor, amikor azt érzem, hogy az, hogy, a, hogy mondjuk egy egy vók ideológia bele van nyomva a témába, az látványosan leesik a, a, a játékról. Tehát például, amikor a Dragon Age-ben az egyik karakternek szándékosan megváltoztatták a bőrtónusát. Na, az ilyen dolgok egyébként állnak. Amikor nem azt érzem, hogy hozzátesznek, az a bajom, amikor azt látom, hogy elvesznek. Elvesznek a történetből, elvesznek az ábrázolt kultúrából, elvesznek ö, azokból, amik miatt leülök. Most, bocsánat, most ö, egy konkrét példa. Tehát nekem ne akarjanak eladni feketéket a vikingnek. Ne! Tehát leülök egy vikinges játékot játszani, ezt nem azért akarom leülni, hogy azt lássam, hogy a vikingek mondjuk repülő autókon mennek el mondjuk Angliát megtámadni. Nem akarom azt látni, hogy mit tudom én, Ragnar Lodbrok szabad idejében, amikor éppen nem fosztogat valahol a germán területen, vagy Európa szívében, akkor mondjuk otthon van és videójátékozik, és nem, nem akarom azt látni, hogy mondjuk pf, ázsiaiak vagy feketék voltak a vikingek. Nem, akkor egy viking Kultúrát akarok látni, akkor azt akarom látni, amilyenek voltak. Ha ez kirekesztő, akkor sajnálom, akkor nem vagyok polkorrekt, akkor én vastagon leszarom egyébként ezt az egészet, mert én úgy gondolom, hogy egyébként nem én képviselem a kisebbséget, én képviselem a többséget. És kurvára utálom, amikor a kevés ember véleményéért akarják megváltoztatni a tömeget. És én ellentmondok mondok magamnak, mert számtalan olyan eset van, hogy attól, mert tízezrek mondják azt, hogy lehet zöld az ég és kék a fű, attól még nem lesz zöld az ég és nem lesz kék a fű, csak azért, mert egyedül vagyok és ezt állítom a tömeggel szemben, attól még lehet nekem igaz, ami mindenki más téved. Tehát nem akarok ilyen általános igazságokat megvonni, de történetesen azt látom, hogy ebben a kérdéskörben a, a globális vélemény az igazából az enyém felé gravitál, mármint hogy körülbelül egy véleményen vagyunk a többsége. És itt a kilengő inga ellen szólnék. Elég meredeken. Tehát nem azt mondom, hogy ne legyenek ezek a csoportok képviselve videójátékokba, de a helyén legyenek kezelve. És ne akarjanak itt egetrengető megoldásokat. Volt egyébként egy tökéletes okfejtés ezzel, mondtam, hogy nem fogok a vókról beszélni, meg ilyesmiről, mert hát kurvára unom. De, de valamiért mégis az, hogy ö, olvastam egy tökéletes érvelést, hogy hogy az a, azért van erre szükség, erre, a, erre az újragondolásra, meg a szerepek újraosztására, mert egy baromi igazságtalan dolog, amiben egyébként van valami, hogy ha például van egy fekete színész vagy színésznő, akkor az például soha nem játszhatja el Rómeót meg Júliát, mert azok eleve ö, hagyományosan fehér karakterek. Most mondjuk ki a konkrétat. És hogy ez, ez, ez igazságtalan, mert színész ezektől a szerepektől elesik. És tudod, így, így gondolkodtam, hogy hát ez így, így, egyébként, egyébként így, így felrinál. még meg tudom érteni, hogy mondjuk színészként ez kurva szar lehet, hogy tényleg a, a világ a fontosabb szerepeitől elesel, mert, mert egészen egyszerűen nem férsz bele abba a skatujába. És ö, értem, hogy ezen még túl lehetne lendülni, hogyha egy-két ilyen szerepről van szó, de az igazság, hogy a többségében azok a szerepek, amik egy színésznek kifejezetten vágyálma egy Hamlet például, vagy bármi ilyesmi, ott igen, ott, ott, ott mondjuk rezeg a léc. Tehát értem, hogy ebből a szempontból mondjuk ezt próbálják újra pozícionálni, próbálom, hogy próbálják ezt a nézőpontot valahogyan higítani, de azt is el kéne fogadni, hogy át tud ezeken szerintem menni a társadalmon, de ez idő. Ez nagyon-nagyon sok idő. És nekem az a bajom a vók kultúrával, többek között, hogy nem vár, nem türelmes. Nem csak az időt nem hajlandó kivárni, egy társadalmi változás iszonyatosan hosszú idő, évtizedek, mire átmegy. Tehát vegyük csak a, a nők szavazati jogát. Tehát az, mire átment a komplett társadalman egy patriarchális berendezkedési formán, az évtizedek volt, hanem egy, nem, nem egy komplett évszázad. Rettenetesen sok idő volt. És, és ne a szüfraszet mozgalomra gondoljatok, ami a, a, így tevékenykedett jobbra-balra. Tehát azért ez az egész, egész mozgolódás az jóval korábbra tehető. Úristen, nem, nem akarok történelembe belemenni. Miért kezdtem el ezt az egészet? Ja igen, itt a Deiről volt szó. Szóval szóval igen. Tehát értem a deinek a jelenlétét, értem azt, hogy, hogy be akar ide vonulni, meg jelen akar lenni, és el akar érni egy olyan társadalmi változást, aminek nem akarja megvárni a, a végbe meneteli idejét, meg mire, a, a kémiai reakciói levonulnak, teljesen megértem, oké, okay, én is türelmetlen vagyok. Nekem is egy életem van, ha elkezdek valamit, nem akarom, hogy az unokám legyen, aki befejezi, tehát szeretném látni az eredményét, tökéletesen megértem, hogy az emberek. Nem akarják kivárni a, a, a természetes folyamatoknak a, a, az idejét, de ugyanakkor ez meg azzal jár, hogy van egy teljes, egy, egy komplet réteg, akit ez meg halálba irítál. És ahogyan ne, nem egészséges szerintem ez a fajta erőszakolás, ugyanúgy nem egészséges az, hogy mindenbe belelátják az emberek a, a deinek, meg a vóknak a jelenlétét. Tehát nekem például akkor lett el a hócipőm ezzel az egész témával, amikor azt vettem észre, hogy ha egy videójátékban női főszereplő van, akkor mellett tartunk, hogy a gémerek kikelnek magukból, és mindenféle hasonló ilyen vók fasságot kezdenek először összehordani, hogy hát ez vók, meg nem tudom én mi, és ez a... Nem, tehát azért, mert van egy főszereplő, női főszereplője egy játéknak, az még nem lesz vók, gyerekek. Tehát ez, ez, ez nem... Csak ugye ezt már mondtam nektek, hogy most csak Magyarországra vetítve, tehát nálunk nagyon komoly fogalmi zavarok vannak, tehát nekünk például nincsen hagyományos értelemben semmi fogalmunk arról, hogy mi a szabadság. Tehát tőlünk sokkal, nálunk az a szabadság, fogalom az így, így mondjuk az elmúlt száz évben rettenetesen szépen fogalmazva árnyalódott. Tehát amikor azt mondják, hogy gyerekek, szabadok vagytok, akkor így így nagyon-nagyon sóvárgunk egy atyuska iránt, hogy jó, 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 szabadok vagyunk, de, de, akkor valaki mondja már meg, hogy mit kell csinálni, jó? Mert ugye a szabadsággal társul egy felelősség is, a döntésed felelőssége, a saját sorsod iránti felelősség, meg a stb. És ezeket az emberek nem igazán akarják vállalni, mert az elmúlt száz évben nem ehhez voltak szoktatva, hanem arra, ahhoz, hogy a döntéseket meghozzák helyettük, fölöttük. És igazából igénylik is. Csak nem mondják azt nekik, hogy diktatúra van, mert azt, azt, azért, azt azért, nem szeretik. Tehát ne legyen, nem mondják ki, ne olvassák a fejükre, de azért lehetőleg ne kelljen semminek az ódiumát vállalni, mert az, az, az olyan, mint hogyha felelősséggel tartoznának a saját meg a gyermekeik jövőjéért, az nek olyan, olyan kellemetlen, az olyan, az olyan nyomasztó gondolat, és amúgy is van frusztrálva a társadalom, úgyhogy nem kellene még őket ezzel is csesztetni, úgyhogy jó lesz az nekünk, érdemes megnézni, mennyire törnek előre az a félautoriter rezsimek a világszerte. Mindegy, nem ebbe akartam belevenni. <laughs> jó, hogy videójátékokról beszélünk. Egyéb, ja, egyébként, amit mondani akartam, bocsánat, azt még idehoznám, hogy az a, nagy, az a nagy elképzelésem, hogy december 15 ig fogom nyomni a tartalomgyártást, mármint az anyacsatornára, az óvéra. <kül> Tehát az az elképzelésem, hogy akkor ledobom a, leteszem az Indiana Jones-t, meg tervezek még két anyagot összerakni, és ha az megvan, akkor 15-től viszont minden nap stream lesz itt a csatornán, és Adrival fogjuk csinálni, és kitaláltam, hogy mit, hogy milyen tartalom lesz. Kitaláltam, tehát pont erről beszélgettünk, és azt mondta, hogy segít nekem, és egy ilyen kicsit ilyen beavatási szertartás lesz, nem akarom lelőni a poént, de de kicsit kifog, sőt, nagyon ki mozdulni a komfortzónából. Adri meg fogja mutatni nekem azokat a dolgokat, amiket ő néz munka mellett, én viszont nem, mert egyáltalán nem nézek magyar tartalomgyártókat. És nekem meg fog mutatni egy párat, és élőben fogok reagálni ezekre, amik, amik itt szembe jönnek. Adri nagyon lelkes a dolog miatt, én kevésbé, nem véletlenül nem nézek, gyakorlatilag semmilyen tartalomgyártót nem nézek idehaza. Ja de, két tartalmat fogyasztok, ami, aminek rendszeres fogyasztója vagyok, az egyik az az Apu podcastek, az Apu azért hiszik, mert te sírsz, imádom, kurva egy lemaradásban vagyok, de egyébként imádom, nagyon-nagyon jók. Az az egyetlen podcast, amiről úgy érzem, hogy egyébként nekem szól, Részben azért, mert én már abban a korban vagyok, hogy engem az ilyen témák érdekelnek, meg egyébként abban a témában születnek, ami engem érdekel, és olyan emberek beszélgetnek olyan színvonalon, ami engem érdekel. Tehát az összes többi az, ami. Nincsen nagy rálátásom, de engem az összes többivel egy falhoz lehet állítani, kurvára nem tudnak érdekelni. És a harmadik, harmadik tartalom, vagy a másik tartalom, amit viszont gyakran nézek, az egy utazós vlog, Poleszábelnek pole a, a videói, Le vagyok nyűgözve. Én az ilyen utazós tartalmakat szeretem, nem az ilyen turistás fasságokat, amikor ö, elmegy. És nem, nem őt akarom ekézni, nem erről van szó. Tehát ezért nem szeretem például a az utazós anyagait, mert egyébként. Tök jó fejstárs, többször volt szerencsén találkozni vele személyesen, meg hosszabb időt vele eltölteni. Tehát semmilyen problémám nincsen vele, de engem azok a videók, amiket ő csinál utazós anyag címmel, az egyszerűen kurvára nem érdekel, mert a klasszikus turistás anyagai, a anyagok. Tehát az, amiből mindenki csinál tartalmat. Most ő is. És engem ez annyira nem érdekel. Viszont az, amikor Ábel fogja magát és elmegy, talán kazasztánba, és el akar menni valami 2000 akárhány száz méter magasan lévő faluba, de nem tud elmenni, mert a rendőrök, vagy alig tud elmenni, mert a rendőrök folyton vegzálják, meg a ö, ladanival, amit ki akart bérelni, azt nem kapta meg, egy másik autót kapott meg, ö, leomlott a híd, meg, ö, meg bekéreckedik egy random családhoz egy, egy teára, hogy megnézze, hogy hogy élnek, és ez az meg, hát ez a tartalom, hát erről lenne szó, hogy, hogy, hogy használjuk a Youtube-ot, ne kereskedelmi tévészínvonalú fasságokat csináljunk, hanem, hanem ember közelít, hogy menj oda, kérdezd meg, kéreckedj be oda. Ment valami ázsiai piacra, és bekéreckedett a csávó valami, valami öm, ottani piacon a hűtőházba, bazd Bement a hűtőházba. Hát nem mertem volna bemenni, mert azt hittem volna, hogy ott a, azon a piacon, ami ránézésre úgy nézett ki, hogy bemegyek és kijövök a vesém nélkül, nem, hogy még bemenjek egy hűtőházba. Hát simán az lett volna a fixa ideám, hogy rám fogják zárni az ajtót. És a gond nélkül bemegy lefilmezi, és halál ártalmatlan képe, imádom. Imádom. Nagyon-nagyon jó. Ez a két tartalom van, Ennyit. tehát nekem ennyi a fogalmam egyébként a hazai tartalomgyártásnak a mélységeiről, úgyhogy ezt ebből fogok kimozdulni, és ebből lesz majd kontent. Szóval a Ubisoft megint megdolgozott a státuszáért, nagyon gratulálok nekik, így kell ezt csinálni, bravo. Nem tudom, hogy hova tudnak még egyébként süllyedni. Tehát mi lesz az a szint, amit még innen, innen még lejjebb fognak adni? Tehát mondjuk esetleg de facto elküldik a játékosaikat a kurva anyjukba. Bazd meg, volt most egy hír, atyaék, várjál már! Hát volt most egy olyan hír, hogy elvileg kiadtak egy olyan DLC-t az Avatarhoz, ami nélkül nem lesz játszható az Avatar. A Ubisoft kényszeríti a játékosokat, játékosaikat, hogy vegyék meg az Avatar DLC-t, hogy játszhassanak a már náluk lévő játékkal. Nem olvastam el konkrétan a hírt, de ezek mennek ubisoft -éknál. Mondom, ezt még lehet egyébként fokozni. Tehát lehet azt csinálni, hogy még mondjuk a Rainbow Six Siege-nek a játékosaival kifizettetik a játék árát még egyszer, mert, mert éppen olyanjuk van. Mi az, hogy megvettél egy játékot 8 évvel ezelőtt, vagy mikor, és még mindig játszol vele, és nem fizettél semmit, csak akkor egyszer. Hát ez nem így megy. Nekünk a szerver pénzbe kerül, he. Nem így van az. Képzeljétek el, elkezdte szúrni néhány ember szemét hogy szar az Unreal engine 5. Egyébként, aki még nem tette meg, gyertek fel Discordra, kurva jó ott a közösség. Tök jókat lehet dumálni, én ritkán szoktam ott lenni, sajnos, de ha megyek, akkor tök jó dumák szoktak ott lenni, meg meg szoktuk vitatni a következő reflektort, meg ilyenek. Szóval beszélgettünk a erről arról, és volt ott egy olyan felvetésem, hogy szerintem az Unreal Engine 5, az új raytracing, kifejtem. Tehát a raytracing volt ugye az az ígéret, amire végül ráment, hát a négyes, a négy ezres sem mondhatom, hogy három, videokártya generáció. Ugye a 2000-es generációnál mondták azt, hogy Ray Tracing Capable, ez mind... Rrrr. Aztán kiderült, hogy a 2000-es videokártyák nem tudják elvinni. Aztán kiderült, hogy a 3000-es videokártyák is csak éppen hogy tudják elvinni, de leginkább nem tudják elvinni. Majd kiderült, hogy a 4000-esnél már sikerült elérni, de ott is inkább a 4090 az, ami el tudja vinni, ami jelenleg körülbelül annyiba kerül, mint egy használt Suzuki Swift. Tehát igazából, ha van mondjuk 12 másfél millió forintod, akkor már élvezheted a ray tracing ígéretét különösebb kompromisszumok nélkül, és ez, a, ez azt jelenti akkor, hogy a raytracing működik. Tehát ha úgy tudok csak rate-racinget üzemeltetni a gépemen, hogy veszek másfél millióért egy videókártyát, kicserélem hozzá a tápot, és gyakorlatilag építem a saját PC-met, akkor az azt jelenti, hogy a technológia működik, vagy azt jelenti, hogy a technológia még mindig kísérleti stádiumban van. Értetek, hogy mit akarok ebből kihozni? Tehát számomra ez nem egy, egy, meggyőző érv a dolog mellett, és valami hasonló Bianco érzem az Unreal Engine 5 amire azt mondták, hogy oh, next gen engine, bazd meg, meg körbevilágítod, meg mit tudom én, mi mindent fog tudni, bazd meg, ez minden. Meg is mutatták a különböző tech demókat, nagyon fasza volt, és most ott tartunk, hogy gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy bármilyen játék, ami Unreal Engine 5-re épül, az szarul fut. Rosszabb esetben még szarul is néz ki. Szemet szúrt. Elemzőnek nagyon eufemisztikusan kezelik a, a Digital Foundry-t. Tehát, mint mondták, hogy a, az elemzők mondták azt, hogy a, a, az Unreal Engine az most már Unreal Engine 5 alapú játékoknak a az elemzése, hogy általában az arra való rácsodálkozás már kezd kurva fárasztó lenni, mert ugyanazok a gondok, minden alkalommal teljesítmény probléma. És ami ez a generáció mert... És az igazság, hogy ebbe én is belementem, tehát erre én is ráfutottam, mert ö, én is mondtam, hogy tele a tököm már a cross-gen megjelenések, és olyan játékokat kéne látnunk, amik nem cross-genek, jelen generációs motorra épülnek, és mivel nem nagyon volt összevetési alapom, mondtam, hogy az Unreal Engine 5-re. De ez megint egy ilyen ö, általános, egy ilyen jelentés kielentés volt, mert én ugyanúgy értem ez alatt az Unreal Engine 5-öt, mint mondjuk a Unity-nek a jelen generációs verzióját, ha van, gondolom, hogy van. Valahogy erre gondoltam. De a legnagyobb megdöbbenésemre az Unreal Engine 5 az jelenleg ebben a generációban nem úgy tűnik, hogy egy különösebben kiaknázható. Ö, engine, és, és úgy néz ki, hogy egyre, egyre komolyabb gondok vannak vele, és lesznek is, tehát ö, ugye most már tudjuk, hogy az új halo is Unreal engine alapra akarják helyezni, ö, mindjárt beszélünk majd a witcher hogy a witcher is Unreal engine alapra akarják helyezni. Borzasztó komoly problémák vannak, és nem úgy tűnik, hogy a, az Epic különösebben foglalkozna ezzel. Szóval ezt csak azért gondoltam, hogy erről beszéljünk, hogy úgy néz ki, hogy más is látja, hogy gondok vannak az Unreal Engine Vagy, vagy most már csak kimerik mondani. Ez is benne van, mert azért az, hogy én így kívülállóként, lelkes játékosként nekem mondjuk kell egy 6-7 játék, mire megfogom az agyamba az, hogy nem lehet hogy az Engine-nel van a baj. Mert azért, ha 7 játékból 7 nem működik, akkor nem biztos, hogy fejlesztői problémáról beszélünk. Mert az kizárt, hogy ennyi fejlesztő inkompetens. Nem hiszek abban, hogy minden fejlesztő egyébként a szakmájának a krémje. Meg, hú, az, meg mi volt az a hülyeség, hogy hogy a játékfejlesztés olyan, mint a rakéta technológia? Ú, az meg. Na mindegy. Tehát hát látnátok, hogy milyen emberek vannak a játékfejlesztésben, nem mondanátok ilyen hülyeségeket, nem mondanának ilyen hülyeségeket. Na mindegy. Ezzel együtt egyébként, amikor azt nézem, látod, hogy mondjuk 6-7 különböző játéknál egy dolog van, ami közös. 6-7 nem, nem normálisan működő játéknál, teljesítmény problémás játéknál. Az egyetlen, ami közös, az Unreal Engine 5, akkor nagyon nehéz elhessegetni a gondolatot, hogy az Unreal Engine van a probléma. És tudjátok, Ilyenkor felmerül bennem, hogy nem látod a fejlesztés egy pontján, hogy nem működik? Tehát nincs meg az a, az a, az a blokk, hogy figyelj, 60 fps-t várnak a játékosok. Azt ezt kényelmesen most már úgy, úgy, úgy tudjuk. Tehát most már a, 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 a vegyesbolt eladója is meg tudja mondani, hogy 60 fps-sel kéne mennie egy videójátéknak. Tehát azért az már hogy gyökeret kéne, hogy eresszen. És amikor azt látod, hogy az R.I.L. Engine 5 ezt nem tudod elérni, a stabil 30-at nem tudod néha kihozni. Akkor nincs meg az a, az, az a feedback, valahogy a vezetés felé, hogy figyeljetek már, ti adjátok a pénzt, mi megcsináljuk, oké, okay, de figyeljetek, nem fog működni, csak savat fogtok kapni, mert ez a játék, ez az első, ahol meg fog bukni, az a Foundry lesz, és utána meg mindenhol máshol meg fog bukni, mert azok meg a Foundry teljesítményre fognak mutogatni. Úgyhogy vagy az van, hogy a világ pénzét belefektetek a, a foundryba, hogy ne legyenek annyira élesek a, a kritikák, amit valószínűleg nem fognak belefektetni, mert így is 200 millió dollár környékén van a játékfejlesztés, vagy tudomásul veszitek, hogy, 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 hogy ez van. Harmadik lehetőség, hogy engine cserélünk és toljuk három évvel még a játékot. Ez is egy megoldás lehet, így is hozzá lehet állni a, a dolgokhoz. Én nagyon tökör az Epiket egyébként. Egy olyan engine-ért, amiért egyébként fizetsz, tehát nyilván nem azonnal, hanem ha jól tudom, itt még mindig úgy megy a modell, hogy ha kidobod a játékodat piacra, aztán eladás függvényében, tehát egy bizonyos eladási fölött kell fizetni, érte, vagy, vagy talán már ha kitettetsz Steamre, akkor valahogy így van, de attól, attól mert csupán letöltötted magadnak és használt, ha jól tudom, att kor még nem. De azért ott már tudod próbálni, hogy a játékod egyébként képes lesz-e valamit, valamit művelni. Tudod, tudsz egy ilyen, hogy mondjam, valami tesztkörnyezetet létrehozni, ahol a játékodnak az alapjait legalább egy vertical slice szintjén megpróbálod összehozni. Hát nem lennék azoknak a fejlesztőknek a helyében, akiknek most ebből kell valahogy csodát csinálni. Lehet, hogy az Epicnél is dolgoznak rajta, bár én valószínűleg tartom, hogy ők így, így pont leszarják. Mert úgyis mindenki az Unreal engine et használja, aki egy kicsit is próbál adni magára. Öh, aztán majd ezt meglátjuk. Egyébként meg ők tök jól vannak a Fortnite-tal. Nagyjából, nagyjából pont leszarják szerintem. Asuna Hun, igen, amit mondasz, azt most nem olvasom fel, de erről lesz szó a Stalker videómban, ami nem itt elmondom szerintem, jó? Tehát én baromira nem értem hogy nem tűnik fel az embereknek, hogy a Stalker 2 olyan kibaszott ronda játék, hogy én ilyet még nem láttam. Tehát Unreal Engine 5-ben ilyen pokoli ronda játékot még nem láttam. Én ott álltam, tudod, hogy néztem, és az első gondolatom az volt, hogy valamit rosszul csinálok, az meg. Tehát én nézem a Series x a beállításokat, hogy Kvalitás és performance között kapcsolgatok, mi az Isten ez? Áttettem PC-re, PC és konzol között működik a cross-save, amit egyébként tök faszán megcsináltak, ez nem tudom, az xbox az érdeme, vagy a, a GSC srácoknak kellett ebbe plusz effortot fektetni, de akármilyen formában is hatalmas pacsi szép volt, srácok. De PC-n is megnéztem, és lehet, hogy az én gépemmel van a probléma, tehát el tudom képzelni, mert én egy, egy laptopon próbáltam le. Ugye a laptop az eleve egy ilyen jóval fékezett habzású PC-s teljesítmény, de azért az meg, van benne egy 14. generációs i9-es processzor, van benne 32 GB RAM, meg egy, 32 GB RAM, meg egy, azt hiszem, egy 3080. Azért azzal nem kéne fosul mennie, tehát azért azzal hogy high beállítások mellett mennie kéne, és olyan kurva ronda, hogy így meg feltöltöttem egy videót belőle Discordra, vitranszferen volt, szerintem már nincs meg, és azok is, akik látták, nézték, hogy mi a fasz. mindegy, nem akarok ebben nagyon belemenni, Unreal Engine 5. Tehát Unreal Engine 5 problémák vannak és nagyon súlyosak vannak, én az Epic helyében kurvára elkezdenék ezzel foglalkozni. És ha már az Epic és az Unreal Engine szóba került, akkor beszéljünk egy picit a Witcher 4-ről. Jó hír, a Witcher 4 belépett a fejlesztési stádiumba, most már teljes gőzzel dolgoznak rajta. Ez azt jelenti, hogy megírták a történetet, megírták a quest-eket, kész vannak a karakterek, a világ ugye az adott volt, de nyilván kicsit hozzá kellett simítani a videójátékhoz, kitalálták a pályákat, stb. Úgyhogy most már zajlik a fejlesztés. Ez kurva jó hír. Ugye arról volt hír, hogy a CD Projekt Red szorosan együtt működik a, az Epic-kel, hogy a, az Unreal Engine 5 az faszán működjön, valószínűleg azért, mert pontosan tudják, hogy nem működik faszán, és ugye volt hír arról is, hogy váltanak Unreal Engine 5-re, ami egyfelől jó, mert egy univerzálisabb engine, meg ugye sokan, pont a Cyberpunk 2077 kapcsán sokan korholták a Red Engine-t, hogy ez nem alkalmas már arra, amire szeretnék. Aztán kiderült, hogy valószínűleg azért történik ez, mert a Cyberpunk után annyian hagyták ott a céget, hogy az új emberek, akik megjöttek, azok nem ismerik annyira jól már a Red Engine-t. Tehát valószínűleg azért váltottak Unreal Engine 5-re, mert ahhoz sokkal könnyebb munkaerőt találni, mint kifejleszteni egy teljesen új stábot a Red Engine-re. Jön a Witcher 4, és lehet hinni a plegykáknak, ha kész vannak a Witcher 4 utána ugranak neki az első witcher a remake -jéhez. Ami megint egy jó hír. Én örülök neki, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a negyedik Witcher az mit fog tudni, mik lesznek azok, a, azok az újdonságok, amiket bele fognak szuszakolni. Nyilván lesz, amit tanulságként tovább hoznak a Witcher 3-ból, nyilván lesz, amit tanulságként áthoznak a Cyberpunkból, aminek én szintén nagyon örülök. Igen, Norbi, amit mondta, hogy a Witcher 1, az tényleg érdemes megcsinálni, elég rosszul öregedett. Én tovább mennék, a Witcher 2 is rosszul öregedett. Múltkor néztem az eladási számokat, és uh, nem véletlenül a Witcher 3 lőtt ki. Tehát a Witcher 3-ra érte el szerintem a CD Projekt Red az, azt a szintet, ami már, ami már a bőven, uh, hogy mondjam, nem nélkülözhetetlen, megkerülhetetlenné tette a Witchert. -t. Tehát amit a harmadik résszel megcsináltak, az, az, az valami döbbenetes volt. És uh, Persze, el lehetett az ember a Witcher 1 meg a kettővel vel is, de szerintem senki nem volt arra felkészülve, hogy mit lehet kihozni ebből a világból, a Witcher 3-mal. És uh, vannak a plegykák, hogy a Witcher 1 az már, a Witcher 1 remake, az most már szintén open world lesz. Úgyhogy én örülök neki. Örülök neki, hogy kapunk Witcher 4-et, örülök neki, hogy a CD Projekt Red, uh, dolgozik ezen, ez nagyon-nagyon-nagyon fasz a hír. Uh, sajnos nagyon úgy néz ki, hogy senkit nem érdekel az Indiana Jones. A hírek szerint a Dragon Age The well emlékeztek, hogy milyen kurva alacsonyak voltak a pre- -orderek? a Dragon Age The Vale Rettenetesen alacsonyak. Ugye a Steam-en néztük a számokat, és most vannak olyan hírek, hogy állítólag az Indiana Jones-nak az előrendelése 86%-kal alacsonyabb, mint a Dragon Age The vale Hát ez szerintem nagyjából a nulla felé közelít. Ez két dolgot jelenthet. Nem, ez egy dolgot jelent. Nem, tudom. Nem, menjünk jó ez két dolgot jelenthet. Ez vagy azt jelenti, hogy az emberek Pass-ben fogják kipróbálni, vagy pedig, hogy ö, olyan mérhetetlen érdektelenség övezi ezt a játékot, amit egyébként az Indiana Jones brand indokol. Az első és legnagyobb gond hogy az Indiana Jones brand nincs a legjobb formában. Tehát ez a sorozat, ez most már nagyon-nagyon poros. Ugyanolyan poros, mint szegény Harrison Ford ez van, tehát ő Indiana Jones, és vele együtt, ahogyan ő is a, hát már túl van élete csúcspontján, az Indiana Jones franchise-i vele együtt hanyatlik, és meg lehet nézni, hogy a, a tárcsája az milyen sikert ért el, amit persze lehet árnyalni azzal, hogy fú, mert, mert túl magas volt a gyártási költsége, meg kell nézni a bevételi lábat. Tehát az, az nem csak azért hasalt. És előtte gond volt a a kristálykoponya királyságával is. Egyszerűen nem voltak jók az Indiana Jones filmek, de azért láttunk már olyan történeteket, amik nem jók, de bevonzák az embereket. Ettől függetlenül a moziba. Tehát Halálos Iramban például, ez egy örökvesztő a Halálos Iramban nagyon is sok mindenre, nagyon jó példa. Az is egy kurvaszar film, de megvan a hűséges közönsége, és azok folyamatosan bejárnak rá. Az Indiana Jonesnál ez nem igaz. Szerintem ideig óráig el lehetett adni ezt a fú régész professzor, aki egyébként egy fegyverforgató, revolverhős, meg ostort pattogtat, meg lovagol, meg ilyesmi. Ez annyira a régi kornak a vívmánya, hogy nem, tehát nem nagyon látom magam előtt azokat, akik még mindig kardot rántanak arra, hogy Indiana jones -ok lehessenek. Mert persze kalandozni kurva jó, de nem Indiana Jonesként, hanem Nathan drake -ként. Persze kalandozni még mindig jó, de, de nem Indiana Jonesként, hanem mondjuk Lara Croftként. Tehát valahogy ez a jelen generációs Indiana Jones, aki olyan, olyan a mai értelemben véve tökös. Nem azért, mert szigorúan néz, de vannak baromi frappáns odaszólásai, olyan, olyan, olyan vagány, egy olyan sokkal ö, lángolóbb, ö, sokkal dinamikusabb figura, mint amilyen az Indiana Jones volt, akihez képest egy klasszikus 80-as évekbeli akcióhős. Egy, egyfelől, egyfelől ez, ez, ez nem tesz jót neki, tehát eljárt felette az idő. nagyon Az Indiana Jones felett nagyon eljárt az idő, ez az egyik. A másik pedig maga a játék. Tehát aki megnézi ennek a játéknak a trailerét és, annak, és akinek az rajzolódik ki a fejében, hogy ez egy jó játék, az szerintem nagyon kondicionálódott a mostani generációra. Egyszerűen olyan szinten fantáziátlannak, és euh, én nem tudom, mi készült ezen a játékon ennyi ideig. És bazd meg, nyilatkoznak ilyet, olyan a cutscene két Spielberg-féle Indiana Jones filmnek a hosszát ki fogják tenni. Boaz meg, ez most komoly! Több mint négy órányi szín lesz ebben a szarban? Te hova? Mi, mi az Istennek kell ebbe ennyi cutscene? Pont erre van szükség, bazd meg, egy, egy kalandjátékban mit akarsz csinálni? Hát pont bazd meg színeket nézni minél tovább, és tört, az a, az a... Ez a másik egyébként, ami, ami, ami probléma, hogy elfelejtették a játékfejlesztők, hogy történetet próbáljunk már meg a játékmeneten keresztül elmondani. Félreértés ne essék. Én nem vagyok a cutscene ellen. Szeretem a cutscene a jó cut színeket, nagyon-nagyon szeretem. De a tököm tele van már azzal, hogy mész egy játékban, és ha kell, hanem megszakítják a folyamatot, mert most kurva fontos lehet, hogy belefutsz mondjuk egy lányba a réten, és a lány most mindenképpen pipacsot akar szedni valahonnan, és így beleszimatolva elmondja, hogy emlékszem arra, amikor ez a pipacsmező még nem volt ilyen nagy, és öt perc elmegy be a pipacsmezős visszaemlékezésével, tehát ott vagy, hogy azért ültél le, mert játszani szeretnél, nem pedig filmet nézni, és így öt percig beszél a pipacsmezőről. Ha kimentél a pipacsmezőről, akkor még megjelenik egy kisgyerek, aki meg a, mit tudom, levendula mezőn találja magát, és ott fog mesélni arról, hogy hát, igen, még nem volt itt levendul, bazd meg, és, és ilyen játékok vannak, ez egy klasszikus például a Final Fantasy betegség. Az van szarásig pakolva annyi cutscene az meg, hogy megy idő után a saját épelmét megóvása érdekében átugrálod őket. Tudom, ha vannak emberek, akik szeretik, mert egy cincog a kutya, meg az egér, meg ilyenek vannak benne, és hát ez kurva jó, meg nagyon japán, értem én, hogy van akinek ez a liblingje, de engem olyan szinten ki tudnak most már idegesíteni, azt érzem, hogy húzzák az időmet, és mindezt azért, hogy el tudják mondani, hogy statisztikailag megint oda tettük magunkat, és megint oda basztunk, mert hogy 60 órás videójátékot tettünk össze. Az tök például, hogy ebből a 60 órából 30 baz meg game, egy cutscene, és másik mondjuk 10 óra az meg in -game átvezető. Én nem, ne, pff, ez már nem, fú, meg, nem mindegy szava. És mert érted egy Indiana Jones-hoz, az Indiana Jones történetek azért nincsenek túlírva, azért ez nem egy ezek ez nem a világ megfejtései, és az meg ebből, ebből ki akarnak hozni két filmjukat szint. Elképesztő. És érted, nem lenne elég baj egyébként, hogy a, a játékmenet maga az olyan, amilyen, de még ráadásul neki fárasztani majd a. a jó, kurva kíváncsi leszek ennek a játéknak egyébként a puzzle szekvenciáira, meg a, meg magára a felfedezésre, amire mondták, hogy furra nagyon büszkék és nagyon rendben van. És tudjátok megint ez, hogy mi van akkor, hogyha ezek is, a Machine a, a, fejlesztői, ezek is abban a buborékban vannak, amit a podcast elején mondtam. És ők is megkapták azokat a feedbackeket, hogy ó, te kurva jók vagytok, és nagyon jó ez a játék, és ó, az még több kátszint egyetek bele, meg ne bonyolítsátok túl a, a, a feladatokat. Tehát, hogyha van valami, ahova kell mondjuk egy fákját rakni, és nincs ott fákja, akkor ne legyen messze a fákja, lehetőleg le legyen támasztva oda a szomszéd falhoz, mert nehogy megerőltesse magát a játékos. Én értem, hogy nagyon ö, gondolni kell azokra is, akik a leghülyébb a játékosok közül, mert minden lánc annyira erős, amennyire a leggyengébb láncszem, de az meg többnyire a többi láncszem azért erős szokott lenni, és mondjuk persze, ha a leggyengébb láncszem az történetesen mondjuk a tartalomgyártó Angry Joe, akkor akkor a szarul tud visszaütni. Értem. Tehát értem, hogy van egy ilyen probléma, de, de végeredményben ránézel, -e, de erre lehetne egy kreatív döntés. Az évekig készülnek ezek a játékok egy ponton, valahogy lehetett volna erre konszenzus találni. Nem. Ez szerintem egy, 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 halálosan középszerű játék lesz, és én borzasztóan óvaintőnek tartom, hogy gyengébb számokat hoz már most, mint a ami Amitől szerintem az világon senki semmit nem remélt. De az, hogy az Indiana Jones egy meglevő branddel és franchise-szal, egy, egy létező IP-vel, mondjuk a Dragon Age is létező IP volt, mindegy, de egy ilyen mondjuk, hogy univerzálisabb IP-vel, hogy ezt tudja elérni, ez a Game pass jó lesz, tudjátok. Na, mert úgyis szóba került a Dragon Age Railguard, akkor beszéljünk róla egy picit. Volt ugye ez a beszélgetés indító, gondoltam arra, hogy ezt előrébb hozzam ezt a hírt, de, de végül úgy gondoltam, hogy az Indiana Jones után jobban fog ide passzolni, mint, mint, az elejére. Ahol beszéltem erről a buborékról, erről a játékfejlesztői buborékról, ott volt szó arról, hogy ezzel az a probléma, hogy míg a két fél egymást támítja, tehát amíg a kiadó az mondjuk a kiépíti a saját klientúráját, a klientúra pedig öles nyelvcsapásokkal csontik benyal a kiadónak, addig az a baj, hogy a valóság megközben így a körmükre ég. És nem érti a kiadó, hogy mi a szar van, hiszen hát a legmegbízhatóbb embereik azt mondták, hogy ez milyen kurva jó. Hát ők mindent megtettek. Hát ők early access biztosítottak a legjobbaknak. Hiszen ő a legnézettebb streamer. Ő a legolvasottabb médiaportál. Hát a számok nem hazudnak. Ahol a legtöbb ember van, az a legjobb. Ott tömörül mindenki, akkor nyilván azért vannak ott sokan, mert az a legjobb. Hát nyilván a, a koncertek, meg a fesztiválokon is azért van kígyózó sor, a tojtói WC előtt, mert, mert az egy kurva jó hely. Hát sokkal jobb, mint a kis színpad. Hát három ezren vannak a tojtói WC előtt, a nagy színpad előtt meg csak kétezren. Hmm, menjünk megnézni, mi van a tojtói wc az kurva jó lesz. Na szóval a lényeg az, hogy most valahol itt tartunk, és a kiadó meggyőzte magát, hogy a számok mindenek fölött, és, és visszaéget rájuk ez az egész, és e, azt fejtegette a hölgy, hogy ennek egyébként az lesz a vége, hogy mivel, ugye ezt én is mondtam korábban, hogy lehet mindenféle csinálni, de a nap végén pénzt kell termelni. Egészen addig bármit csinálhatsz, addig itt nyomhatod a hülyeségedet a, a haverjaidnak, meg partner találkozót csinálhatsz, meg közös e, tetőteraszos, penthouse-os e, partit adhatsz mindenkinek, de a nap végén le kell tenned az asztalra, hogy milyen pénzt hoztál, miért érted meg a cégnek Egyáltalán. Miért volt fontos, hogy téged alkalmaztak? Na most, ha hát ez nincs meg, és nincsenek meg a bevételek, mert egyszerűen nem tudsz eladást realizálni, mert a játékod, mint ahogy az Indiana Jones-nál is láttuk, 86%-kal a világgárd előrendelése alatt van, tehát, hogy ezt nem tudod teljesíteni, akkor ennek az lesz a vége, hogy végül embereket fognak kirúgni. Igen, mert nincs pénz. Mert nem jön a pénz. Mert mindenki elhiszi, hogy ő, milyen kurva jók vagyunk, fúmba, tényleg nem kellenek összetett feladatok, nem kell komoly gameplay, mert, mert abban csak elvesznek a parasztok, meg, meg szerencsétlen ott nem fog tudni tárazni. Hát tára már magától a játék, meg, meg, majd felteszi magától a hangtompítót, meg jelezzük pontosan, hogy merre kell menni, nem vagy elvesztenek, meg, nehogy ne, itt, 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 elkallódjanak valamire, nem, meg ne, ne kelljen olyat nézni, hogy a, a az ellenfél, hogyha mondjuk lángol, akkor mondjuk vízmágiát kell ilyen rányomni, rak, vagy vízből van, akkor a tűzmágia hat rá. De minden hasonl rá, csak minél magasabb a sebzés, annál jobb, ne kelljen gondolkodni. És az egész végén lecsupaszítod az egész arra, hogy csinálsz egy halál tufa játékot, amit ki az Dragon Age-nek, aztán nézel, mint fácán a tálcán, hogy na az meg nem tetszik az embereknek, a köcsögök. Pedig én mindent megtettem. Mindent megtettél. Mindent megtettél, hogy ez a játék bukjon. Mindent megtettél. És az a borzasztó, hogy ez a fajta viszonyrendszer, amit fel van építve, ez, ez előre borítékolja, hogy ezek a játékok már azelőtt megbuknak, hogy megjelentek. Mert ez azt jelenti, hogy minél több AAA kiadó van ebben a, ebben a, ebben a buborékban, annál valószínűbb, hogy a AAA játékok sorra meg fognak bukni. Nem mindenhol, nem mindenki, de azok, akik nem képesek kinyúlni és szembesülni a realitással, azok könyörtelenül be fogják szopni. És senki ne abban lubickoljon, hogy ez most ilyen Xbox-related probléma. Tehát attól, mert egy Xbox exec mondta ezeket ki, ettől ez még nem Xbox sajátosság, hanem ez iparági probléma. És nagyon sajnálom, mert nekem is van egy kedves barátom, aki játékfejlesztésben dolgozik, level designerként, és sajnos őt is érintették ezek az elbocsátások. Mesélt arról, mik zajlódnak az iparon belül, tehát elképesztő. És tőle is hallottam ezt azt, amik vannak. Pedig ő egy aránylag elég nagy projektben volt résztvevő. Van ez a Casey Hudson. Casey Hudson, aki emlékszik a Mass Effect trilógiás retro -verdömre. Tudom, nem felejtettem el az Andromédát. Tehát aki emlékszik a Mass Effect trilógiás retro vannak ismerős lehet Kési Hudson neve. Casey Hudson még annó kiugrott a BioWare-től, és megcsinálta a saját stúdióját. Ami most, három év után bezár. Anélkül kiadott volna egyetlen egy játékot is. Az ok pedig a fedezet hiány. Nem volt pénz. Az ember azt hinné, hogy egy olyan nagy múltú ember, mint Casey Hudson, aki az Electronic és vele együtt a bioware mondjuk azt, hogy a csúcsidőszakában, amikor készültek a Mass amikor készült az Inquisition, tehát aki abban az időszakban volt a BioWare-nél, ha nem is feltétlenül a Mass a konkrét vezetésében, azt az első kettőnél ő dirigálta a Mass a harmadiknál azt hiszem, hogy nem, ha jól emlékszem. Ez az ember egyébként úgy kezdjen el egy saját stúdiót, hogy három éven át nem képes találni senkit, aki támogatná a projektjét, az, az, engem, az engem bánt. Én, én sokkal többet hittem volna. Azt hittem, hogy amikor ez a fazon kilépett, akkor ő, ő, abban a, azzal a háttérrel lépett ki, hogy, hogy ő tudja, hogy hova megy. És ez képest semmiből létrehozott egy stúdiót, három évig mentek, aztán így ennyi volt. Nekem ugye mondtam, hogy messzefekt az egyik kedvenc sorozatom, és nagyon kíváncsi lettem volna, hogy Casey Hudson mit tud létrehozni az Electronic Arts felügyelete, meg a BioWare hát mostani állapota nélkül, de lehet, hogy egyébként ő egy újabb Glenn Schofield, csak neki az a szerencséje, hogy nem érhette meg, idézőjelte, nem értette meg, hogy elkészítse a saját Kalisztó protokollját, hanem úgy valhatott kudarcot, hogy nem kellett annak tanúbizonyságát tennie, hogy nincsen benne még egy messzefekt. Nagyon aggódom egyébként uh, a messz, uh, ki volt a bájosoknak a, a kreatívja. Én nagyon, uh, Ken Levine, köszönöm szépen, Tudom, nagyon aggódom Ken Livánért is, mert ez a Kai, uh, Káin, azt hiszem Káin, nem, nem Káin néven jön a játék. De, de, az a játék, ami nagyon ilyen bájosok kutó ízű, nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fogtó Júdás, köszönöm, <laughs> de nem mennek most a nevek. Tehát nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy mit fog belőle kihozni. Én nagyon tartok tőle, hogy mi van akkor, hogyha nagy kreatív elmék azok szabadjára vannak engedve. Mert a tapasztalat az, hogy akkor ilyen Peter Molinő féle kockahámozós játék lesz belőle, ami így... Oké. Okay. Vagy ilyen Casey Hudson kudarcok lesznek belőle, volt a Halo vezetőjének egy ilyen játék, ami így szintén így, így hamvába halt. Kojimának bejött. Kojima megcsinálta a saját játékát, a Death Stranding-et. Oké, okay. tehát hogyha a lelkeményén volt egy ilyen nagy kopár sivárság, akkor, akkor jó, hogy ez kiadta magából. Kíváncsi leszek, hogy ez miért érdemel a folytatást. De egyébként én, én úgy gondolom, hogy szerintem ezek bőven elegendő példák arra, hogy szemléltesse, hogy a kreatív elmék mögé igenis kell a kontroll. Totál eltérő példa, itt a Nightwish zenekar. A Nightwishnek a, a agya, a zeneszerzője az egy elképesztően nagy tehetség. Viszont az utóbbi pár Nightwish album az pont azt mutatja, hogy ha nem kap a faszik kontrollt, akkor ilyen borzasztóan elfolyós, nagyívű, partalan dalokat kezd összerakni, amikben nem az van, hogy nem jók, csak ez már nem az a, ez már nem az a zenekar, ez már nem, az a, nem azok a dalok, nem olyan, ami ennek lennie kéne, és így, így bőségesen nem tenné oda az átlag hallgató a, a Nightwish életműbe, hanem mondjuk úgy, úgy, egy polccal lejjebb, vagy még inkább kettővel. Így is mondjuk három polccal magasabban van, mint ameddig mások jutni tudnak, csak így, 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 így a kontroll hiánya az azt jelenti, hogy így, szétfolyik, meg tegyük bele ezt is, meg tegyük bele azt is, és akkor az úgy, így nagyjából az, amire gondoltam, és akkor ez itt tök jó, és úgy ellebegünk, és úgy fasz a minden. Ja, hát aztán meg majd, 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 kiderül, hogy mi lesz. Na mindegy, szóval egy újabb, egy újabb trófea ennek a, ennek a, mintázatnak sajnos a, a fejfáj között, és egy, har, és egy utolsó hír, egy örök vesző paripa, Half-Life 3 ó gyerekek, mindig van valami, mindig van valami, viszont most az okozza a, a hírt, vagy az okozza ezt a dolgot, hogy idén 20 éves a Half-Life 2. És nagyon-nagyon azt plegykálják, hogy hogy tényleg kanyarban van most már Half-Life 3-nak a bejelentése. Egyesek már tudni vélik azt is, hogy nem a vizualitásával fog robbantani a játék, hanem olyan megoldások lesznek benne, azt hiszem, hogy a fizikát emelték ki, talán aminek neve is van, ez az Arti. Igen, majd egy, egy, egy Distraction Engine, egy romboló engine. Voxel-based Distraction Engine. Tehát, hogy ezt akarják majd valahogy demózni benne, tehát ez lesz az egyik ilyen fontosabb dolog, ami tök jó lenne, mert nem nagyon van olyan játékok mostanában, amiben szabadon lehet berombolni. Ugye a Red Faction játékok már nagyon régóta nincsenek, a Battlefieldek már az is már elég régóta nincs, és amióta van, hát onnan is kiszedték a rombolást elég rendesen, tehát nem nagyon van ilyen játék, amiben ennek lehetne hódolni, és a Half-Life 3 elvileg ezt visszahozná, és szó van arról, hogy olyan NPC-ket kapnánk, akiknek a reakcióira borzasztóan büszkék. Hogy nagyon életszerűen, nagyon változatosan reagálnak ránk, és ezért cserébe viszont feláldoznák azt, hogy nem lenne valami elképesztően álejtős. A, a, végeredmény. Hozzáteszem, szerintem nem baj, nincs ezzel gond. Szerintem nagyon sokan vannak, akik megűrülnének a Half-Life 3 hírére, azért baromi durva belegondolni, hogy 20 éve volt a Half-Life 2. Gondoljatok bele, hogy aki akkor született, és mondjuk nem kenyere a régi játékok között kutakodni, az elmúlt 20 évet úgy éltele, le, hogy nem tudja, mi az a Half-Life. A Half-Life 3-mal fog szembesülni a half life val Hát itt ugye szó volt arról, hogy a Valve-nak van valami saját ilyen rendezvény sorozata. Ez a Steam Awards, ami nem tudom, hogy mikor lesz. December 31. Elvileg akkor december 31-én pont szilveszterkor lehet, hogy be fogják jelenteni. Érdekes lenne. Az milyen durva lenne, ha a játékosok rá lennének tapadva a telefonjaikra, meg mindenre, a Steam awards néznék, és reménykednének egy Half-Life 3 leleplezésben. Beválhat, de az, az igazság, hogy körülbelül 20 éve rebesgetik a Half-Life 3-at. Az én idegeim már belefáradtak abba, hogy várjam, de, de simán megtörténhet. Igazából azért vagyok talán egy kicsit bizakodóbb, mint eddig, mert egyre gyakrabban hallom és egyre inkább ugyanazokat az érveket a Half-Life 3 mellett tehát ezt a a környezet, környezeti interaktivitásról szó volt, szó volt arról hogy nem lesz open world de nagy, nagy nyitott területekkel fog gazdálkodni, ez ismerős lenne az epizód 1-2-ből egyébként és és ezt az NPC-s vonalat is azért most már emlegették úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy lehetséges, hogy ebben lesz valami Tudjuk, hogy a videójátékos plegykák azok, azok általában igaznak bizonyulnak. Úgyhogy, úgyhogy én bízom benne. Mr. Gugesz mondja, hogy meglepődné Zoli, hogy hány fiatal ismerés játszott a Half-Life-ot, a legendák nem felejtődnek el. Hát úgy legyen. Úgy legyen, és akkor lepődjünk meg mindannyian, hogy bejelentik a Half-Life 3-at. Én, én nagyon... Egyrészt látom, hogy a Valve nem szorul rá a Half-Life 3-ra, másfelől a Valve elkészítette a Half-Life elix is. És dolgoznak elég fejlesztővel. Nem hiszem, hogy ne érnének rá összerakni egy Half-Life 3-at. És gyakorlatilag talált pénz, mert úgyse abból élnek, tehát a Steam az mellette termeli a, a, a vagyonokat, nincs rá szükség, hogy nagyon szórakozzanak, simán megcsinálhatják a Half-Life 3-at. Hú, nekem van még egy nagyon ördögi konteum a Half-Life-ra, hogy mi van akkor, hogyha a Valve azt mondja, hogy nagy gyerekek Half-Life bejelentés a, az új engine-re némi fejlesztéssel remékeltük a Half-Life 1-et, meg a Half-Life 2-t, megjelenik februárban. Sziasztok! Tudjátok, mi a szörnyű? Vagy mi a legdurvább? Szerintem ugyanannyira ütne, mint egy Half-Life 3 bejelentés. Szerintem ebben az állapotban hajlak is titeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk jövő héten. Jövő héten biztos, hogy már publikus lesz a Stalker videó, és, és, és hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!